Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy törpesűn. Ez a törpesűn egy nagyon jó helyre lelt, befogadó gazdái nagyon szerették őt, sőt, egy kreatív becenevet is adtak neki, úgy hívták, hogy Artúr. Ez a törpesűn vígan éldekélt napról napra az Inspirációk Élmény Stúdióban, és egyszer úgy érezte, hogy valaki nagyon hiányzik neki. És hát arra gondoltam, hogy ebben a videóban elkészítem a törpesűn társát, de óriás kivitelben egy hatalmas, nagy sündisznót fogok készíteni varrásmentes technikával, úgyhogy ezt az inspirációt akár használhatjátok olyannak is, hogyha a saját magatokére szeretnétek fordítani, hogy bármilyen plüst lehet ezzel a technikával elkészíteni. Most egy sündisznó szabás mintáját mutatom meg, de akár tovább is gondolhatjátok. Itt van előttem egy kis textilanyag, hát kicsi, ugye jó nagy méretű sünit szeretnénk. Ebből lesz az alja, illetve az arcának az eleje, és az oldalsó része pedig egy már korábban hasznosított takaróból, tehát van egy maradék nagy takarunk, az lesz az oldalsó hátsó része. A tüskéi fekete filzből készülnek, mindenhez ragasztópisztolyt fogok használni. Első lépésként kivágom az alját, egy csepp alakú formát fogok kivágni. A két oldalsó forma igazából, mintha egy sünit rajzolnátok, úgy néz ki, nem is tudom mihez hasonlít nagyon, de egy ilyen kis levél motívum, egy ilyen kis pisze orrot szeretnék neki, és az alját pedig egyenesre hozom, hogy majd össze tudjon kapcsolódni a csepp formával. Ezeket kivágom az anyagaimból, és összeragasztom. Egy fehér pasztelkrétával a sötét anyagon nagyon jól meg lehet húzni. A vágóvonalakat, ha ilyenetek nincsen, akkor javaslom a száraz szappant, hogyha már, főleg ha már használt és kisebb, akkor ugye van éle is, azzal is lehet rajzolni textilre, ami utána ugye könnyen eltűnik. Elkészültem a két oldalsó formával, ez így néz ki. Az elején fehérrel toldottam meg a szürkét, hogy legyen egy kis cuki pofája. Úgyhogy ez az a fura levélforma. Ebből van kettő, és itt van a csepp alakú alja. És először erre fogom felragasztani az oldalát, az órától indulok el, hogyha esetleg nem tökéletes lett volna a számításom, és picit hosszabb az anyag, akkor azt még könnyebben tudom levágni és hozzáilleszteni. Most, hogy felragasztottam az oldalakat, jöhetnek a tüskék kivágása. Hosszú csíkokat fogok vágni, két oldalról ilyen apró csíkokra beszeletelem, mint hogyha egy ilyen kis girlandot készítenék. Utána jöhet a töltés, és utána ezeket keresztbe szépen felragasztom majd a szürke részre, és úgy fognak ilyen kis random helyesen állni majd. És gyakorlatilag mutathatom is meg a törpe méretű megfelelőjének önmagát. Kis részenként összeragasztom a tetejét, és folyamatosan teszem bele a tömőanyagot. Ez én normál, ilyen szintetikus tömőanyagot használok. Ezt rövidáruboltban tudjátok beszerezni, vagy akár újra is hasznosíthatok dolgokat. Régi ruhát lehet felvágni kicsire, olyan takarót szétszedni, amit már nem használtok, mert már rongyos, vagy lukas, vagy olyan ágyneműt szépen szétvágni, és akkor azzal is föl lehet tölteni. Vagy akár vannak a hungarocell golyócskák is, amiket babzsákba töltenek, ezt építőanyagáruházban, barkácsáruházban lehet beszerezni, azt is beletölthetitek, hogyha egy puffnak szeretnétek használni.
el is készültem a megantikus Arthurral, azaz Meg Arthurral, vagyis nem ez lesz a neve, hanem arra kérlek titeket, mivel Arthurnak is ti adtátok a nevet, és fantasztikusan jó nevet sikerült szerintem találnatok, ezért most ennek a nagyméretű, óriási megfelelőjének is adjatok nevet. Aj, nagyon jó, mert nem szúr. Most pedig megmutatom Arthurkának. Példát vehetne igazán róla Arthur, hiszen a nagyméretű testvére nem duzzog, nem puffog, és nem is szúr. Szóval nem sok mindenben hasonlítanak. Arthurka úgy döntött, hogy egy igazi lelkitársra talált itt az óriás Arthur személyében, úgyhogy itt rajta szépen összegömbölyödött, és aludni próbál, nem is fogom zavarni, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok meg, hogy mi legyen a neve ennek a hatalmas második Arthurnak, illetve ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!